remélem nézitek mindjárt. Sziasztok, ez itt a harmadik rész, ahol utána járunk a Car Classics Hungary Zoltánnal, nagyon jó barátommal, és az ő 911-es Porsche-jával, hogy tényleg erősebb az autó a prémium benzinnel, vagy nem? Jó. Teszünk bele. Neked nehéz éjszakád volt először is, mert ki kell találni a rendszert. Hát igen, mert hogy 3/4 volt tankolva az autó, amikor ezt kitaláltátok. És ugye azért vagy elmegyek Párizsba és vissza, vagy leszívjuk így úgy amúgy. Most már leszívjuk így úgy amúgy, megvan oldva. Itt állunk, úgyhogy már dadog a kocsi, úgyhogy... Igen, úgyhogy most csontra ja. Üres, tankolunk 10 liter 95-öst. Yes. Azzal illet az autóba. Igen. A main grade üzemanyagot. Kannába tankolunk 10 liter prémiumot. Evo Plus 100-as. Így. És ezzel a pakkal elautózunk Gyálig, a Hub Dynohoz, nagyon jó barátainkhoz, ahol kerékpadon megmérjük az autó teljesítményt először 95-össel. Leszívjuk a nullára. Lehajtjuk belőle a 95-öst. Igen, és akkor mehet a 100-as. Mehet a 100-as, és mérjünk. Ennél egyszerűbb, itt most azért ki fognak derülni a dolgok. Amúgy szerintem ez az autó utána tud menni a 100-as, mert minden kopogás érzékelős autó utána tud elmélek. Ez kopogás érzékelős, igen, mert persze, régen még a Samara korszakban volt egy ilyen kis csati, tudod, átfordítod a 90, igen, meg a nem tudom. 86. 91, 86, ja. De most ennél annyi még van a pakliba, hogy én sem tudom, hogy hány lóerős, mert hogy ez egy 3-4-es alapból gyárilag, de ezt már upgrade-elte valaki egy amerikai szettel, úgyhogy hüvelyek vannak benne, másfajta dugók, így vettem, csak nem tudtam róla. Na hát akkor úgyhogy két legyet egy csapásra. Nézzük! Amíg a srácok a háttérben előkészítik az autót a méréshez, addig engedjétek meg, hogy tanult kollégám és hát a mérések pápája, a grafikonok istene, Göbölyös Zsolt elmondja nektek, hogy miért éppen erre a kerékagy mérőpadra hoztuk el ezt a 911-es Porsche-t, amiről igazából nem tudjuk, hogy mennyire erős, azt tudjuk, hogy valószínűleg erős lesz. Zsolt, gyere, mesélj nekünk erről a kerékagypadról. Mert ugye arról van szó, hogy mindenképpen pontos mérést akarunk. Annál pontosabb a mérés, minél inkább kihagyjuk azokat a dolgokat belőle, amik nem pontosan definiálhatók. Például a keréknek a slipje, a mérőgörgő, ez tipikusan ilyen helyzet, ami nem pontosan definiálható, magyarul nem lehet pontosan visszaszámolni. És ha görgőn mérjük a teljesítményt, akkor az ilyen 2-3-5-8 százalékok el is tudnak veszni, attól függően, hogy hogyan tapad meg, vagy hogy mekkora slipje van. Ezért az agypad, ahol ugye csavarkötéssel a kerék agyra kötjük rá a mérőt, ami ugye egy örvényáramú ilyen villanygenerátor, villanyal gerjesztett fék, ez így sokkal egyszerűbb. Ugye itt nem lesz olyan része a mérési láncnak, ahol slip van, ahol csúszás van, itt ez nagyon pontosan visszaszámolható, és kétszer ugyanúgy reprodukálható, és ez azért fontos, igen, mert ugye kétféle benzint hoztunk, a 95-öst és a 100 pluszost, igen, a MOL-tól, és mindenképpen a különbséget akarjuk. A különbséget meg akkor tudjuk, ha a mérés pontosan reprodukálható, nincs benne változó. Nagyjából így ennyi. Úgyhogy lássuk neki, szóljon az a boxer 6 hengeres. Az egyetlen dolog, amit pontosan meg kell csinálni, és fontos, az a hűtése a kocsinak. Ugye ez a 996-os modellnek elől van a hűtője, mindkét oldalon, azt megfújják, és fontos, hogy majd az első mérésnél az egyik benzinnel ugyanolyan kvázi hőmérsékletű legyen a motor, tehát teljesen üzemmeleg legyen, ne legyen se túlmelegedve, se hideg, hogy azonos körülmények legyenek. Most a hűtést állítják be a srácok, és utána elindítjuk a mérést. Lesz melegítés, majd amikor üzemmeleg, go! Elkezdjük az első mérést, ez ugye ez a main grade, a 95-ös új Evo benzin. Hát kíváncsiak vagyunk egyáltalán, milyen erős az autó, és utána áttankoljuk, leszívjuk belőle ezt a benzint, leengedjük, és föltankoljuk az Evo 100-as plusz legjobban.
kicsit viccelődtünk, mert kicsit nehezen tudtuk leszívni, nem egy ilyen karburátoros technika, ahol kiengedjük le a földre, de ez a leplombált 100-as üzemanyag, ide kell tölteni? Valaki töltse már be, valaki töltse már be, kiért hozzá. A jobb minőségű üzemanyag az kimondottan azoknál az autóknál jó, ahol ugye kopogás szenzor van, pláne az ilyen sportosabb modellek, ahol egész kopogás határa viszi az előgyújtást, és ugye nagyobb nyomaték, nagyobb teljesítmény lesz. Belebírod önteni? Megvolt a mérés, megszületett a végeredmény. Ha a számokat nézzük, mielőtt diszkutálnám, 254 lóerő volt a 100-assal, és 249 a 95-össel, és 306 Nm a 100-assal, és 300 Nm a 95-össel. De ami még szerintem ennél is fontosabb, hogy például a nyomaték görbe az végig magasabb a 100-assal, mint a 95-össel, tehát ez tök egyértelmű. És a teljesítmény görbe, hát az inkább fordulaton, én azt gondolom, hogy ott kezd el rendesen működni a kopogásérzékelő, meg minden, tehát 4000 fölött ott. De 4000 fölött tisztán lehet látni, hogy végig gyakorlatilag fölötte megy a görbe. Probléma volt a mérésnél, hogy a 3000 alatt nem tudtunk nagy gázt adni, tehát nem tudtuk onnan lentről mérni, mert hiába volt manuálban a Tiptronic, ugye ez a Porsche-nak a váltója, visszaváltott, mert ő úgy ítélte meg, hogy jobban tudna gyorsulni a kocsi, hogyha nem ott lent röfögtetnéd. Hát igen, az automata nem ideális erre most, ez kiderült. Igen. Annak ellenére, hogy ugye a Porsche-nak ez a váltója, amit szintén Tiptronicnak hívják, illetve a Porsche az valahogy máshogy nevezte, de nagyon hasonlít a Tiptronichoz, de át van dolgozva. Pont úgy, mint ahogy a PDK se olyan, mint a Volkswagen-ek DSG-je, hanem elvben olyan, de ugye a szoftvere meg a kialakításának sok részlete is más, itt is hasonló. Ennek ellenére a váltóval volt egy kis probléma ilyen szempontból, hogy nem tudtuk egész lentről indítani a mérést, de a lényeg a lényeg. Tehát 4000-től 7000-ig mindenhol látszik, hogy a 100-as benzin. És jó. Hát ugye azért mértünk 300 lónál kevesebbet, ami a gyári érték, mert hát ennyi kraftot eszik meg a kvázi az automata. Igen, ugye ez kerékagyon mértük, azért jó ez ugye, mert ahogy mondtam az elején is, hogy nincs slip, nem kell azzal számolni, hogy egyszer nagyobb volt a slip, egyszer kisebb, ez itt össze van csavarozva, nincs kérdés. Hát az 50-60 lóerő meg a váltón tűnik el. Igen, a teljes hajtásláncon ugye a váltón, ezen azon, de a lényeg az, hogy a kerékagyon ez így. Úgyhogy tökéletesen látszik az, hogy a magasabb oktánszámú üzemanyag az nagyobb fordulatszámon hozza meg a teljesítménytöbletet, de meghozza. Itt vannak a grafikonok, ezek nem hazudnak. Hát, az a konklúzió, hogy jobb láb a gázra, a bal meg a jobbra. Hát, meg hogyha haladni akarsz, akkor tankolja, jobb benzint kész. Igen, de azért azt is tegyük hozzá, hogy ugye az, hogy 100-as az oktánszám, az főleg azoknál az autóknál jön ki, ahol szabályozza az előgyújtást kopogásérzékelővel, elég sok autó ilyen, de ugye van ennek más előnye is, hogy az adalékolása jobb ennek a 100-asnak. Ugye ez csak egy dolog, hogy az oktánszáma magas, de a tisztító hatása is jobb. Hát igen, meg a, ugye, hogy mennyi ideig tart benne, tehát ugye ezért kell a ritkán használt kocsikba 100-as tenni, mert ugye az jobban nem esik szét. Szerintem. Ebben az autóban most már benne is hagyjuk a 100-as benzinát. Ezt most már ritkán fogjuk használni. Sziasztok! Ciao.